Jó napot kívánok, köszöntöm a Barázda nézőit. A gombabetegségek következtében vajdaságszerte sok helyen sárgulni kezdtek a búzatáblák. Erről Agrárhírünkben számolunk be bővebben. Ezt követően Törökkanizsára látogatunk, ahol egy három oldalú megállapodásnak köszönhetően megoldódni látszik a magasabban fekvő parti földek öntözése. Az intenzív szabadtéri zöldségtermesztésről a Lukács-falvi Bakos kertészetben készítettünk riportot. Műsorunk végén a múlt vasárnap megtartott zentai birkanyíró és pörköltfőző fesztiválra kalózóik nézőinket. Vajdaságszerte számos szokatlan színű, sárguló, barnuló búzatáblával találkozhatunk mostanában. A szakemberek szerint az elváltozásokat előidéző gombabetegségek terjedéséhez nagyban hozzájárult az enyhe és szélmentes téli időjárás, amikor a lecsapodó harmat sokáig megmaradt a kalászos gabonák levelein. A növényeken több betegség tünetei is előfordulnak. Ilyen a levélrozsda, ilyen a szeptória, ilyen a pinatrória, és egyéb betegségek még, ami most már meglátszik azon, hogy az alsó levelek, amelyek elkezdődtek ugye, sárgulni, betegedni, átterjedt ez a betegség a felsőbb levelekre, és nagyon veszélyes, amikor már a legfelső zászlós levelet megfogja a betegség, ugyanis ettől legnagyobb mértékben függ, hogy mennyire fognak a gabonaszemek kifejlődni. Ha ez elveszíti a klorofil tartalmát, megsárgul, abban az esetben befejeződik ugye a szemtelítődés, és apró szemeket kapunk, vagy egyáltalán nem is fejlődnek ki a szemek. Mikor váltak ennyire láthatóvá a jelek? Ez elkezdődött körülbelül április elején, amikor már az alsó leveleknél látszott ez a betegség, csak a szemlélő sokszor így fölülről ránéz a táblára, és azt mondja, hogy minden rendben van. Aki viszont széthajtja a növényeket, és belenéz a növény alsó leveleibe, akkor már látszott nagyon. Van-e még segítség ezen a búzatáblán? Egy kis mértékben van a segítség, most permetezéssel meg kellene védeni a legfelsőbb leveleket, az úgynevezett zászlós levelet és a kalászt, mert most várható az, hogy majd a fuzárium is eluralkodik, és akkor fertőzött magokat kapunk, ami nem lesz megfelelő se emberi, se állati táplálkozásra. Mivel kellene permetezni a búzát most? Vannak vállalatoknak konkrét szerek, amelyben legalább 2 hatóanyag van. A Bayer cégnek van a Falcon, van a Prosaro, úgy szintén a Magánjúnak, a Zamir, a Syngentának, illetve a BSF-nek a Duet Ultra. Tehát minden jelentős cégnek van olyan szer, amit állatos most lehet is használni. Felmérhető, hogy mekkora károkat okoznak ezek a betegségek a búzán? Hát most nehezen, mert a szárazság is itt nagyon megtette hatását, és részbe azért is betegedett meg, mert nem volt ellenálló képessége növényzetnek, de én gondolom, hogy itten a 30%-tól 90%-ig lesznek károk. Az Újvidéki Mezőgazdasági Kar szakembereinek állásfoglalása szerint a betegséget több tényező együttes hatása okozta. Az enyhe tél, a tartós 22-23 fok körüli hőmérséklet és az utóbbi hetek csapadéka a gomba szaporodásához vezetett. Emellett az agrotechnika szempontjából a korai és túl sűrű vetés, valamint a talaj magas nitrogén tartalma is hozzájárult a betegség terjedéséhez. A szakemberek szerint a nagy mértékben fertőzött búzatáblák növényvédelmi kezelése már nem tudja jelentősen javítani a hozamot, és terméskiesésre kell számítani. Szerintük a rozsda elleni hatékony védekezéshez ellenálló fajtákat kell vetni, és kerülni kell a korai és sűrű vetést, valamint a túlzott műtrágya használatot, a gomba ölőszert pedig kalászhányás előtt kell kijuttatni a növényekre. Az új mezőgazdasági miniszter átvette az agrártárcát Dragan Glamočić leköszönő minisztertől. Dr. Snezhena Bogoszávljevics Boskovics 1964-ben született Ivanyicán. Diplomáját 1986-ban szerezte a Csárcseki Agrártudományok Karán, majd 1994-ben doktorát a Zimonyi Mezőgazdasági Karon. Eddig egyetemi tanárként dolgozott Csárcsakon. Az általa átvett mezőgazdasági minisztériumhoz csatolták a környezetvédelemmel és természeti erőforrásokkal foglalkozó jogköröket is. Az ünnepek miatt az Újvidéki Terménytőzsde nem adta ki szokásos heti jelentését. Az utolsó
Szerdán közzétett adatok szerint a gabonárak alig változtak a múlt hét óta. A kukoricát 17 dinár 90, a búzát pedig 21 dinár 70 parás áron értékesítették. A szójababára továbbra is 58 dinár. A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának zentői kihelyezett tagozatán a 2014-2015-ös tanévben 90 első éves hallgató felvételére nyílik lehetőség. A magyar nyelvű tandíjmentes alapfokú egyetemi képzés a kertészmérnöki és a környezetgazdálkodási agrármérnöki szakokon folyik. Május 10-én tartunk tájékoztató nyílt napot a kihelyezett tagozaton, itt Zentán, ahova szeretettel várunk minden olyan diákot, szülőt, aki érdeklődik a képzés iránt, tehát bemutatjuk a kertészmérnök alapszakot és a környezetgazdálkodói alapszakot egyaránt. Egyébként elmondható, hogy a jelentkezés az július 15-éig tehető meg, 65 főt tudunk fogadni a kertészmérnök alapszakra és 25 főt a környezetgazdálkodói agrármérnök alapszakra. Mindkettőt államilag támogatott formában, tehát nem kell tandíjat fizetni. A jelentkezés alapfeltétele a 4 éves középiskola elvégzése. A rangsorolás az érettségi vizsga eredményei alapján történik. A képzés levelező rendszerű. A diplomákat szervezett formában honosítjuk, van egy együttműködési megállapodás a Kertészettudományi Kar és az Újvidéki Mezőgazdaságtudományi Kar között, amelynek értelmében egy egyszerűsített eljárással megkapják az Újvidéki Egyetem jóváhagyását, honosítását az itt megszerzett Európassz, egyébként Európassz diplomákra a hallgatóink. Bővebb információ a Zentai Konzultációs Központ honlapján és a képernyőn látható telefonszámon kapható. Ne hagyja, hogy a gyom megtizedelje a termést. Teljes körű megoldás a kukoricát veszélyeztető széles levelűek irtására. Hatásos és biztos. Callisto Syngenta. Angol Bizon motorolaj. Ne hagyja, hogy a gyom megtizedelje a termést. Teljes körű megoldás a kukoricát veszélyeztető széles levelűek irtására. Hatásos és biztos. Callisto Syngenta. A török-kanizsai község területe Vajdaság legszárazabb vidékei közé tartozik. A helybeli gazdák az önkormányzattal karöltve évek óta küzdöttek azért, hogy a második teraszon elhelyezkedő parti földeket is öntözni tudják. Közvetlenül a húsvéti ünnepek előtt megkezdődött a csatornarendszer feltöltése. Később azonban leállították a szivattyúkat. Mindez egy nemrégiben aláírt háromoldalú megállapodásnak köszönhető, amelynek részesei a török-kanizsai önkormányzat, a vízgazdálkodási közvállalat és az áramszolgáltató. Valójában azonban még egy érintett fél van. A Tiszánál lévő nagy kapacitású szivattyút a Hallgazdaság üzemelteti. Nem volt könnyű megtalálni a közös érdeket az együttműködő felek között, különösen, hogy a község e tekintetben nem rendelkezik valódi jogkörökkel. Török-Kanizsa község már évekkel ezelőtt együttműködést kezdeményezett a vízgazdálkodási közvállalattal és az áramszolgáltatóval az öntözési lehetőségek bővítése érdekében. Terbe vettük egy szivattyú állomás kiépítését, amely 16,6 kilométernyi hosszúságú csatornarendszert fog ellátni vízzel. A szivattyú telepet tavaly nagy mértékben sikerült befejeznünk. A község és az áramszolgáltató közösen 14 millió dinárt fektetett a beruházásba, a vízgazdálkodási közvállalat feladata pedig a csatornarendszer kiépítése volt. További 3 millió dinár hiányzik még ahhoz, hogy felszereljük a transzformátort és az áramot bevezessük a szivattyú telepre. Egyelőre ideiglenes megoldásként dízelüzemű szivattyúval emelik fel a vizet a parti csatornákba. Nemrégiben megtörtént az árkok próbatöltése, és a rendszer készen áll az öntözés megkezdésére.
Ez az első szivattya, amit itt látunk lent a Tiszán, ennek a feladata, hogy felemelje az első kanális rendszerbe vizet, és onnan majd pedig a második fogja felemelni a második kanális rendszerbe a partvédekre a vizet később. Ezt a szivattyút ki működteti? Ezt jelenleg közösen működteti a hallgazdaság és a község. Tehát, hogy fönt legyen víz, annak alapfeltétele, hogy ez a szivattyú földobja a vizet az első csatornába. Igen, igen, mivel ugye elég magas szinten vannak erre nálunk a parcellák, és elég magasra kell felemelni a vizet, és utána már szabad esése tud ugye szétáramlani a különböző parcellák között. Az első szinten lévő csatorna a halas tavakig vezeti a vizet. Az önkormányzat az állami földek bérletéből itt építette meg az áramhiányában egyelőre nem üzemelő elektromos szivattyú telepet. Ideiglenes megoldásként dízel meghajtású szivattyú végzi a munkát, ám az alsó csatorna alacsony vízszintje miatt a kamera kedvéért sem indíthatta be a motort a gépkezelője. Alattunk lévő kanálisba érkezik ide a víz a Tiszából, és innen erre az alsó részre most fel kell emelni a vizet a felső kanálisba, amelyet ez a mobil szivattyú rendszer végez jelenleg, amely ugye dízel üzemanyagra működik, az véget, mert még a villanyhálózat nincsen bekötve. Amikor belesz, akkor majd olcsóbban villannyal fogják megoldani a szivattyúnak a működtetését. A parton lévő második csatornában a vártnál kevesebb vizet találtunk. Tehát most fönt vagyunk a felső szinten, ezek a partföldek, amely sokkal magasabban fekszik, mint az alsó kanálrendszer, amelyet ugye megnéztünk, amely Tiszából vezeti be a vizet. A második szivattyú, tehát ezt a kanál is tölti fel, körülbelül félig szokott lenni, amikor nagy mértékben folyik a víz, és tölti a 16 km hosszúságú kanális rendszert, amelyre bizonyos mértékben, itt vannak a parcellák a végeikbe, körülbelül 2000 hektár, azt lehet mondani, hogy öntözhető ezen a módon, amennyivel ez elég öntöző rendszerre a termelőknek. És miért van ilyen kevés víz a csatornában? Jelenleg ugye lent a Tiszán a hallgazdasági vállalat leállította a szivattyút, és azt mondták, hogy majd ugye napok kérdése, amikor beindítják újra, és ha az alsó kanális föltöltötték, akkor tudjuk a második kanálissal, és a második szivattyúval viszont ezt a kanálist üzemeltetni. Folyamatban vannak a megbeszélések az érdekelt földművesekkel a vízhasználati díjnagyságáról. A jelenlegi állás szerint, akinek a földje végében ott lesz a víz, de nem él a lehetőséggel, az hektáronként 1000 dinárt fog fizetni évente. Akik pedig öntözni fognak, azok számára hektáronkénti 2000 dinárban állapítják meg a vízhasználati járulék mértékét. A 16,6 kilométeres csatornarendszer 2200 hektárnyi termőföldet érint közvetlenül, hogyha pedig a második dűlőben is öntözni fognak a termelők, akkor 4 és 5000 hektár közötti földterület vízellátására nyílik lehetőség. Önnek van földje itt a felső teraszod? Van, igen, nem messze van dukhagymán vetve, és az alsó kanálisból tudok öntözni, mert sajnos ez a felső kanálist még idáig nem töltötték föl. Mindig csak ígéreteket kapunk, 6 évnek ezelőtt tötték fel ezt a pumpát, ezt a dízelpumpát, hogy föl lesznek töltve a kanálisok, meg sok földem van, másik részekön is, ahol kanális megye közvetlen mellette. 25 éve öntözök, tökéletesen fő vagyok szereve öntözőrendszerekkel, tifonokkal, BK10-es rendszerekkel, de nem mindenütt tudom alkalmazni azért, mert a kanálisok szárazak. Mindig csak ígéretet kapunk, hogy föl lesznek töltve. Mindig az volt a kifogás, hogy a dízel üzemanyag drága, ebből kifolyólag itt a hátam mögött látszik, hogy kivezették az áramot, itt a trafóállomás, tavaly már be lehetett volna indítani, de valami véget nem lett üzembe helyezve, és akkor tél folyamán kértük a községnek az elnökítő, hogy ő is segítsen nekünk, hogy megvalósuljon ez az öntözési lehetőség, és ő ígérte, hogy minden meg van vödve, pumpa, áram ott van, minden lehetőségünk adott, hogy az idén lesz öntözési megoldás. Sajnos még idáig, annak ellenére, hogy ilyen nagy a szárosság, nem tudtuk az öntöző rendszereket üzembe helyezni, mert nincsen vízünk. Az ön eddigi tapasztalata szerint melyik azok a haszonnövények, amelyek meghálálják és visszahozzák az öntözés árát?
Hát minden féle fajta zöldségnövény, meg már odaértünk, hogy a kukorica is öntözés nélkül nehezen akar megteremni, de nálunk a fűszerpaprikának van tradíciója, azt legalább 3-4 öntözést kül neki anni, mert odaértünk, hogy annélkül annyira kicsi a termés, hogy nem kifizetődő a termesztése neki. Bízik-e benne, hogy ezt a most megkötött megállapodást betartja minden együttműködő fél, és minden évben lesz víz aztán a csatornákban? Hát fönntartásokkal bízok, de hát munkálkodni kell ezen a Fölnesek Egyesületnek, ami van társulása, hogy odahasson, hogy a vízgazdálkodási vállalat eleget tegyen ennek a mi kérésünknek. Tulajdonképpen már hittünk ebbe az ígérgetésekbe, ezt az idei évben is úgy vetettük a parcellákat, főleg répát a kanálisok mellé, hogy tudjunk öntözni, és bízunk benne, hogy arra június-júliusra, amikor a répának már annyira kell a víz, hogy szinte nem tud nőni annélkül, hogy megoldódik ez az öntözési megoldás, de különben öntözik a Tisza mellett, van rá lehetőség, meg néhol vannak kutyaink, de azok sokkal költségesebbek, úgyhogy állunk elébe, hogyha kell is fizetni a vízét, csak egyszer már oldódjon meg, hogy legyen vízünk. Egyelőre 30 termelő jelezte, hogy szeretne öntözni a csatornából. Amennyiben azonban bebizonyosodik, hogy valóban folyamatos lesz a parti csatorna vízellátása, várhatóan növekedni fog az érdeklődők száma. Soron következő riportunkban a Lukásfalvi Bakos kertészetbe látogatunk, ahol a több mint 1 hektáros fóliatelep mellett jelentős területen szabadtéri zöldségtermesztéssel is foglalkoznak, mégpedig oly módon, hogy a szabadtéri termesztés színvonalát igyekeznek a növényházihoz közelíteni. Én itt kint szeretek a legjobban, fogad bennünket Ervin, a család egyik fiatalabb tagja. Ervin korábbi találkozásunkkor mesélt a házuktól mindössze 500 méterre elhelyezkedő 18 hektáros, jól felszerelt termesztőtelepről. Azt tanácsolta, május 1-e körül jöjjünk, mert akkor kezdik szedni az első szabadtéri zöldségféléket. A Szentgyörgy napi eső sem akadályozott meg bennünket a birtok körbejárásában. Házigazdánk pedig kimondottan örült a csapadéknak, hiszen a korábbi szárazság miatt már öntözni kényszerültek. Én személy szerint jobban kedvelem a szabadtéri konyhakertészetet, mivel kevesebb munkaerővel, nagyobb területen lehet gazdálkodni, és így gondolom, hogy a költségeket is jobban le lehet csökkenteni. Mind a fóliasátorban jobban rá vagyunk utalva a munkaerőre, és nem utolsó sorban, az utolsó időben nagyon nagy szelek, nagy a hőség, és ez megnöveli a költségeket. Bakosék 20 évvel ezelőtt kezdték itt vásárolni a földeket. Kivezették az áramot, kiépítették az öntözőrendszert, következő lépésként pedig a jégvédelem megoldását tervezik, hogy minél jobban lecsökkentsék a külső környezeti hatásokból adódó termesztési kockázatot. Hát itten 5 évnek ezelőtt megvásároltunk egy trafóállomást, így az öntözést árammal végezzük. Ez nagyon lecsökkentette a költségeket. Továbbá törekedtünk arra, hogy ilyen automata öntözőrendszereket építsünk fel, amely nagy szárazság idején is nagyon hatékonyan működött, és arra törekszünk, hogy fölvegyük a versenyt a külföldi versenytársakkal. Mennyire gépesíthető ez a termesztés? Manapság a konyhakertészet elég jó gépesíthető, kicsit a gépekhez nehezebb hozzájutni, mivel nem annyira elterjedtek, de évről évre fejlesztjük ezeket a némileg magunk is megkészítjük őket, némileg behozzuk külföldről, és így lecsökkenthetőek a költségek. Mikor kezdődött a termelés? Mikor történtek az első vetések, a palántálások? Hát itt folyamatosan egész évben történik a vetés, kezdve az átterelő hajmától, most ez a koratavaszi hajma, a burgonya, tehát egész évben folynak a munkálatok. Mikor lesznek az első betakarítások? Az első betakarítások már megkezdődtek, a karalábét és a salátát már piacra készen állnak. Hogy mi az értékesítés? Az értékesítés is a családon belül meg van szervezve, és hosszú évek óta az a tapasztalat, hogy nem nagyon függ a szerbiai piactól az árak. Tehát inkább itten gondolok a
külföldi piacra, és az utóbbi években inkább azok határozzák meg a szerbiai árakat is. Mondjuk a fejesalát árát is? Még a fejesalát árát is. Ha véletlenül itten hiány van, akkor pár napon belül behoznak Olaszországból, vagy bárhol a környező országokból. És hogyan próbálnak ehhez a logikához igazodni, hogy jövedelmező legyen a termelés? Hát csak avval bírunk igazodni, hogy a költségeket minél jobban lecsökkentsük, és hogy nagyobb területükön gazdálkodjunk, ezzel is lecsökkentsük a költségeket, és így fölvegyük a versenyt a külföldi termelőkkel. A verseny pedig egyre kegyetlenebb, amit az is bizonyít, hogy még 20 évvel ezelőtt 36 Lukás falvi család foglalkozott zöldségtermesztéssel, ma már csak 7 családban kertészkednek. Szent György napja a pásztorok hagyományos ünnepe. Valamikor ezen a napon hajtották ki először az állatokat a mezőre, ami a hosszú téli takarmányozás után megkönnyítette a pásztoremberek dolgát. Ma számos hagyományápoló rendezvény kapcsolódik ehhez a naphoz, köztük a múlt vasárnap a zentai vásártéren megtartott birkanyíró és birkapörkölt főző fesztivál is. Ennek a rendezvénynek a küldetése főleg a hagyományápolás. Összejönnek a juhászok, ez valamikor is, ez régi, valamikor juhász ünnep volt, ez a Szent György nap, ilyenkor hajtották ki legelőre birkákat, és akkor hát ezt akarja kújból föleleveníteni, hogy hát ilyenkor nyírunk, és akkor szervezünk ilyen szórakozást a juhászoknak, meg aki még külön érdekel a juhászság, az eljön és megnézi, hogy dolgoznak a juhászok, meg a nyírók. A birkanyíró versenyen 23-an mérték össze gyorsaságukat és ügyességüket. Tóth László, a legidősebb versenyző, idén is mintegy 400 juhot fog megnyírni az ismerős gazdáknál. 9 éves korom óta. Akkor megkezdte öregapám, járáson lent, Csúragi rétbe, voltunk a birkákkal, apámmal, én hát gyere! Megkezdték a hasalját, lenyírták, összekötték az egyik első lábát, meg a hátsó lábát. Lefektették, nyírjad fiam. Akkor én nyírtam. Megvolt, elóltam a lábát, eleresztettem, ment a többi közé. Akkor mit csináltunk? Fogtam másikat, apám idatta, vagy öreg apám, amelyik ki volt kezdve, idatta, nyírtam. Már mikor nagyobb voltam, hogy bírtam magam is tartani a birkát, akkor már az a 10-11-12 éves koromban én magam nyírtam a birkát. Mekkora állománnyal rendelkezik? Nekem nem sok van, én nekem 50 darab, én nem olyan rég, mint ahogy említettem, hogy 7 éve kezdtem, most már majd próbálom szaporítani. Milyenek a tervei? Hát olyanok, hogy szaporítani fogom. Szaporítani fogom, valahogy úgy beleszerettem. Az őseim, valamikor a régi ősök vele foglalkoztak, megpróbáljuk. Itt a környékén melyik a legelterjedtebb lyukfajta, és ön szerint merre kellene a nemesítést fejleszteni? Hát ahogy a bölcs mondja, nincs legjobb fajta, tehát mindenki el kell, hogy döntse azt, hogy milyen tenyész cél tűz ki magának, mik a saját föltételei, amiket biztosítani tud. Tehát mondjuk úgy, hogy a félintenzív tartásban a leginkább a württembergi felel meg a legellenállóbb. Az utóbbi időben terjedőben van még az Ile de France fajta, amely viszont takarmányra sokkal igényesebb, akkor tudja nyújtani a megfelelő súlygyarapodást és szaporasági mutatóit is akkor tudja beteljesíteni, amennyiben megfelelő tartás és takarmányozási körülmények között van. Az extenzív viszonyok között, tehát a parlagi viszonyok között pedig ajánljuk a kihaló félben lévő cigáját. Lyuktenyésztés terén történt-e valami lényeges változás a tavalyi évi rendezvény óta? Természetesen történt, az önkormányzat itten kiválasztott a juhászok számára 1 millió dinárt, és ebből
ilyen fajkosokat vásároltunk, tehát az állománynak a följavítását segítette elő mi nekünk az önkormányzat ebben, hogy pályázni lehetett kosokra, apálatokra, és akkor ebből még lettek vásárolva. És úgy szintén az idén is lesz, most még megnövelték az összeget, most 1,5 millió dinár, tehát több termelő, több tenyésztő bír hozzájutni még ilyen minőséges apálathoz. A környéken az utóbbi években megcsappant a juhtenyésztők száma. A fiatalok közül ugyanis kevesen vállalják az ezzel járó munkát. A juhállomány nagysága viszont nem sokat csökkent, mivel a megmaradt tenyésztők növelték nyájaikat. Juhtenyésztéssel már öregapám is ezzel foglalkozott. Apám is, én folytatom. Van akkor nem volt sok, mindig olyan 250-300, most nekem 700 darab Wittenberg állományom van. Hát miért csinálom? Hát a haszoné. Hát mindenki azért törekszik, hogy minél több legyen neki. Hogyha ekkorában csinálják, akkor megéri? Hát megérni, hogyha jobb volna a vágóbárának az ára. Volna kiszállítás, de mivel nincs, akkor így küszködünk. Legelő juhász van? Hát van két juhászom, legelő az nem nagyon van. Most még otthon etetünk, de majd megyünk május után legelőre, Kresnyavácra. A támogatásokhoz hozzá tud-e jutni, amit megígért a minisztérium bevezetőt, megnövelték a támogatásokat? Tavaly 1000 dinárt ígértek, azt beadtam, de még kapni nem kaptam még semmit eddig. Az idén is szedegetem össze, ahogy adom el bárányokat. Most ígértek 2000 dinárt, ha nem tudom, mert ez nagy segítség lenne, ha ebből lenne valami. Úgyhogy ez nagyon kellene még ide, hogy valahogy beleférjünk a kitermelésbe. Lesz ez idén vevőjük a gyapjúra? Hát gyapjút van 2-3 vevő, de mondjuk rá tavaly volt ilyen 82 dinár, 84 dináros ár, az idén meg ilyen 70-75 dinárt hallottam, hogy ennyit kínálgatnak érte. Hát ez a gyapjú, ez katasztrófa, na, hogy meg kell nyírni, meg kell, a munkánk megvan vele, minden megvan, hát az önköltséget fussa csak. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Jakab István, a Magyar Gazdakörök és a Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, aki egyben a Magyar Parlament alelnöke is. Magyarországon milyen a juh ágazat helyzete? Érdemes-e Magyarországon juhtenyésztéssel foglalkozni? Érdemes volt, és egyre érdemesebb. A kérdés az, és a versenyképességnek az az alapja, hogy a juhtenyésztők mennyire tudnak megszerveződni, ugyanis ha tudnak egységes állományt kialakítani, ami a piac igénye szerint megfelelő minőséget ad, akkor megfelelően tudnak árat is elérni. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy nálunk is most indul az a megoldás keresés, hogy hogyan lehet nem élve a bárányt értékesíteni, és csak szezonálisan csupán, hanem vágott formában is. Milyen változás hozott az Európai Uniós csatlakozás? Hozott-e újabb lehetőség, újabb forrásokat a juhtenyésztők számára fejlesztéshez? Az unió egyben lehetőség, egyben pedig nagyon komoly kihívás is, mert ha nem szerveződnek meg a tenyésztők, ha nincs egy megfelelő integráció, ami lehetőleg a tenyésztőkből álljon, tehát a profit hozzájuk menjen vissza, akkor sajnos olyan gondok keletkeznek, hogy a versenyben alul maradnak. Tehát szervezetten, professzionálisan a legmagasabb színvonalon végzett tenyésztés és vágóállat előállítás a feldolgozóipar igényei szerint. Egy jó marketinggel meghozza a sikert. Ha ez elmarad, akkor viszont gond keletkezik. A főzősátrak körül állandóan pezsgett az élet. A vendégeknek alkalmuk volt végigkísérni, hogy a Vajdaságból, Magyarországról, Erdélyből és a Felvidékről érkezett mintegy 100 versenyző miként készíti a birkapörköltet és a többi hagyományos pásztorételt. A juhászok étlapján egykor sűrűn szerepelt a tarhonya is. Azért kell a tarhonya juhászoknak, mert ez még van szárítva, és bírják őket tárolni hónapokig is a gunyhóba, vagy amiben voltak, és akkor így bírtak egy tál ételt enni, bár krumplivá, vagy kolbászá, vagy bár ami volt abba, mindennel lehetett dúsítani, és könnyű, gondolom, ez egy pásztor étel. Milyen birka és milyen húsrészek kellenek a jó pörkölthöz?
Hát az igazi jó pörköltöz úgy mondják, hogy a körmitől a egész a fejig mindent bele kell tenni. Végül is az igazi jó birka pörköltben a feje is benne van. A régi pásztoraink, ugye ők belerakták a fejét is. De az igazi régi pásztorok azok úgy csinálták, hogy aki juhász volt, ő levágta mindig a birkájának a farkát, és a farkából készítették, mert így a gazda nem tudta, hogy a pásztor ugye mit étkezik, és levágta a farkát, és bekenték homokkal ilyen dolgok, és akkor megállt a vérzés. Csak a gazda aztán jött rá az egész dologra, amikor télen betejárták a nyárat, és akkor nincs fark a birkának. Ennyit készítettünk már a jövő vasárnap Majdányi falu riporttal, valamint a Magyar Kanizsai Szakközépiskolában kidolgozott komposztálási eljárásról és a gyümölcsök növényvédelméről készített riportokkal várom Önöket a képernyő elé. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!